Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. A mai videóban megnézzük, hogy miket kaptam az osztálytársaimtól karácsonyra. Úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor tartsatok. Nek az ajándékok, hogy kitől mit kaptam. Na, kezdjük szerintem a toltartókkal, vagy toltartóval. Ugye nekem kaptam tavaly egy ilyet a Nikitől. Úgyhogy is majd igazgat, szóval kaptam tavaly egy ilyen toltartót az egyik osztálytársamtól. És idén meglepett egy újabb, van most egy ilyen banánossal. Úgyhogy most jövő karácsonyig ebbe fogom hordani a tollakat. Igaz, egy kicsit ez kicsibb, de nem baj. A következő, azt a szintén egyik osztálytársamtól kaptam, Izától, egy ilyen kis malacot. Szóval, a következőt a Izától kaptam, és az van ráírva, hogy kávé pénz. És ez azért vicces, itt ki lehet szedni amúgy a tetejét. És ez azért vicces, mert ugye én mindig szeretek a suliba kávézni, és soha nem, tehát nincs nálam pont annyi, egy 10-es hiányzik, vagy ilyesmi, és akkor kitaláltuk, ez nem megy vissza. Szóval kitaláltuk, hogy akkor mindig kitaláltam azt, hogy akkor marad 10-es, akkor beledobálom, és akkor mindig lesz pénzünk bele. A következő, az kaptam csokikat, ugye, ezeket most szerintem, hogy egyenként nem fogom bemutatni, de hogy így, köszi. Egyik osztálytársamtól kaptam egy ilyet, ami lélektisztító fürdő dolog, tusfürdő. Ezt még amit kisebb bontottam, és megszokom, milyen illata van. Szent lélekvíz illata van, tényleg, ami rá van írva. Mert az van ráírva, egy tisztító lélek, tusfürdő. Kezdők pedig, hát ugye én amúgy zokni mániás vagyok, különösen karácsonykor, és itt bemozdult most egy kicsit, de semmi baj. Úgyhogy kaptam nagyon sok zoknit. Az egyik ilyen karácsonyi. A másik egy halloweeni, és van még egy, ami szintén halloweeni, mert ugye tudják, hogy imádom nagyon a halloweent, és hát na. Ezt szintén egyik osztálytársamtól kaptam, egy ilyen kis hópelyhes, itt vannak amúgy rénszarvasok is még zoknin, szóval imádom az oknikat. És kaptam egy ilyen nyakkendőt, amit majd fel tudok venni, amikor lesz karácsonyi otthoni vacsoránk, és ha benyomjuk itt, akkor ilyen hangot ad ki. Most már elállt a zene, de amúgy köszi Kata. Kaptam még egy ilyen tollat, egy ilyen rénszarvasost, aminek ilyen tűhegyes a vége amúgy, és imádom, és köszi ismételten is, mert biztos megnéztek a videót. Kaptam egy ilyen fenyőfát, amit csak így kirakok majd, azért köszi. Jó, poénos volt. Még kaptam egy ilyen kis díszet, amit köszi szintén, mert amúgy nagyon kis aranyos. Meg nem, volt az osztályban idén olyan, hogy mindenki írt mindenkiről, de csak ilyen pozitív dolgokat, meg hogy ki milyen, és én most ezt nem fogom teljesen felolvasni, de szóval, hogy egy mindent kaptam az osztálytársaimtól, ha látszódik.